Myslím, že jsme viděli dobrý bojovný zápas s vysokým nasadením. Pre nás veľmi cenné víťazstvo, pretože sme chceli potvrdiť a potrebovali potvrdiť body a dobrý výkon zo zápasu so Slovanom. To víťazstvo sa nerodilo ľahko, to sme vedeli, lebo Skalica je úževnatá, dobre organizovaná. Ešte raz opakujem, je to veľmi cenné pre nás. Aj s tým podtónom, že sme udržali čisté konto, mužstvo dobre pracovalo, aj po prestriedaní tam chalani donesli dobrú energiu, aj kvalitu. Chýbal tomu možno druhý gólik, ale myslím si, že o dva góly by to bolo trošku kľudnejšie, ale tiež je dôležité uhrať ten zápas s čistým štítom proti takémuto úževnatému organizovanému súperovi. Takže gratulujem mužstvu, ďakujem fanúšikom za podporu tímu a myslím si, že taký poctivý výkon našeho mužstva nám priniesol toto víťazstvo. Egy jó harcias mérkőzést láttunk, küzdelmes mérkőzést jó tempóban, és nagyon értékes győzelmet értünk el, hiszen a Slovan elleni jó játékot és a győzelmet szerettük volna, és szükségünk is volt arra, hogy erre rá tudjunk kapcsolni. Nem született könnyen, egyszerűen ez a győzelem, hiszen a hazaiak, a Szakolc egy nagyon kellemetlen, jól szervezett ellenfél, úgyhogy ismétlem számunkra ez egy nagyon értékes győzelem, aminek külön örülünk, hogy sikerült nullára lehozni hátul. Jól dolgozott a csapat, a cserék is tudtak segíteni, akik csereként jöttek be, ők is jó energiát hoztak a csapatba, a minőséget. Ami hiányzott, az a második gól volt, egy kicsit nyugodtabb lehetett volna, és hát egyszerűbb lett volna így lejátszani. De még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy le tudtuk hozni nullára hátul a mérkőzést, egy ilyen harcias küzdőszellemű és jól szervezett ellenfél ellen. Úgyhogy gratulálok a csapatnak, a szurkolóknak pedig köszönöm a támogatást az egész mérkőzés során. A győzelem kulcsa a tisztességes teljesítményünk volt. Ja si myslím tiež, že z našej strany taký poctivý výkon. My sme sa zodpovedne pripravovali celý týždeň na supera. Vedeli sme, čo je Dunajská schopná. Ukázala to v zápase so Slovanom. A preto sme nechceli supera naháňať hrať hore dole, ale chceli sme hrať organizovane. Hlavne v strednej zóne na vlastnej polovici ihriska. Hráčov sme nabádali, aby boli trpezliví, aby si počkali na šancu. Tie samozrejme prišli, hlavne tá z úvodu zápasu trošku mrzí. Trošku nám to pokazil ten gól na konci prvého polčasu. Druhý polčas si myslím, že už Dunajská si to ustriehla, my sme už si myslím, že trošku aj tak strácali síly, hlavne chalanov to stálo veľa síl prvý polčas a ten druhý polčas si myslím, že nám už chýbala aj potom presredenie, hlavne taká kvalita smerom dopredu a preto si myslím, že Dunajská aj zvíťazila 1-0. Ugyanúgy azt mondanám, hogy egy tisztességes teljesítmény volt a részünkről, egész héten szorgalmasan készültünk, tudtuk, hogy mik a DAC erősségei, megmutatta ezeket a Slovan elleni mérkőzésen. Nem szerettünk volna fellemérkőzést játszani velük, hiszen nagyon szervezetten kell játszani az ilyen ellenfelekkel a középpályán, illetve a saját térfelünkön. Azt kértem a játékosoktól, kértük a játékosoktól, legyenek türelmesek, várják ki a lehetőségeket, a helyzeteket, amik biztosan eljönnek. El is jött, ugye nagyon sajnáljuk, hogy ott az elején nem sikerült gólt rúgni, ami a teljesítményünket talán rontja, az a bekapott gól. A második fél időben pedig a vendégek okos játékkal megtartották a vezetést. Úgy érzem, hogy az első fél idő túl sok erőt vett ki belőlünk, és ez a második fél időben már hiányzott. A cserék se tudtak hozni kellő minőséget, úgyhogy a vendégek ezért tudtak győzni. Čiže pár minút, dva, také kiksy, dalo by sa povedať, najskôr brankár Popovič, potom sa vrátila lopta od Kašu. Čo vieš na tej situácii, ako si to prežíval? Ja, tak myslím, že Popo to bola tak výnimočná situácia, čo sa nevidí ako často na že spätnú prihrávku tak tomu to odskočí, ale našťastie tomu z toho, z môjho pohľadu, keď je tak pri sebe, tak verím, že aj to šťastičko sa vám potom otočí pre vás, lebo podľa mňa bol úžasný zákrok jeho v prvom polčase, čo Pali spomínal, takže
to bolo veľmi dôležité, že to skončilo na tyčke a boli sme kľudní a boli sme v hre a vedeli sme, že ten zápas našou kvalitou a keď sa trošku viac otvorí, presne čo tréner naznačil, keď sa to viac otvorí a pôjdeme do prechodov silných, tak môžeme strhnúť na našu stranu, ale bolo treba fungovať do konca. Tam sme potom stratili trošku hlavu, súhlasím, že aj v tej komplikovanej rozohrávke, čo potom domáci čakali v strednej zóne a jedna situácia tam prišla, ale dobre sme to zavreli. Aj preto sme reagovali, vlastne, že sme tam dostali Bruna, lebo Filip mal nejaké zdravotné problémy, Kaša. Možno, že aj to bolo príčinou toho, že bol dekoncentrovaný a dá sa povedať, že v tej situácii hral úplne komplikovanejšie, ako si to vyžadovalo, ale našťastie to zavreli a dobre to Mark Singer zavrel tam, myslím. A uhrali sme veľmi dôležité čisté konto tu, pretože to nie je jednoduché, štandardky silné, dobrý prechod, nepríjemné herné situácie z voľných kopov, takže ja som rád, že v defenzíve si chalani s tým poradili, aj keď tam bolo to Brno spomínané, nečakané s tým, že vám odskočí lopta takýmto spôsobom, ale pre nás je dôležité, veľmi dôležité víťazstvo a na druhej strane uzavrieť ten zápas, to je ten challenge pre nás, tá výzva, aby sme ten zápas skôr uzavreli, lebo vonku s takýmito supermi, ktorí šlapú, tak vždy je to kľudnejšie, keď to uhráte na rozdielovým gólom. A kérdés úgy hangzott, hogy a második fél időben ott néhány perc leforgás alatt több nagyobb hiba is előbecsúszott, ugye Popovics, Kasa is, hogy élte át a vezetőedző ezeket a szituációkat. A válasz pedig úgy hangzik, hogy a Popovics esete, ugye ez egy nagyon rendkívüli, hiszen ritkán látunk a meccseken ilyet, hogy a labda így elpattan a játékosnak. Szerencsére ezt megúsztuk, és azért is, mert a csapat összetartott, és ilyenkor a szerencse és a mi oldalunkra fordul. Illetve az is, hogy az elején Popovics egy óriási védést mutatott be, nagyon fontos volt, hogy ki tudta tolni a labdát a kapufára. Nyugodtak tudtunk maradni, és ez is visszajött ennél, vagy visszaütött ennél az említett szituációnál. Azt hiszem, hogy a minőségünkkel, és azzal, hogy a hazaiak miután jobban kinyíltak, több terület volt, ezt nem tudtuk ugyan kihasználni, de ez ekkor már jól alakult számunkra a mérkőzés. Bár egy picit voltak ugye ezek a jelenetek, amikor mintha elvesztettük volna a fejünket, egy kicsit komplikáltabban próbáltunk támadást építeni, a hazaiak pedig pont erre vártok, hogy hibázzunk, és hát be is csúszott. Erre is reagáltunk, amikor behoztuk Brunettit, hiszen Kasának voltak kisebb egészségügyi problémái, lehet, hogy ezért is volt kevésbé koncentrált és ilyen komplikált megoldást választott. Viszont szerencsénk volt, hogy Csinger jól le tudta zárni ezt a helyzetet. Úgyhogy nagyon fontos, hogy le tudtuk hozni nullára ezt a mérkőzést, hiszen a hazaiaknak jók a pontrúgásaik, nagyon erősek az ellentámadásokban, és nagyon kellemetlenek a pontrúgásokból, szabadrúgásokból, úgyhogy rögzített helyzetekből. Én nagyon örülök, hogy a védelmünk ezt meg tudta oldani, bár természetesen az a váratlan helyzet, amikor a labda elpattanik, és a kapufán végződött a labda, az ott azért szerencsénk is volt. De mindenképp egy nagy kihívás számunkra azon dolgozni, hogy az ilyen mérkőzéseket idegenben, ilyen ellenfelekkel, akik az utolsó pillanatig igyekeznek, próbálnak kiegyeníteni, hogy előbb le tudjunk zárni a mérkőzéseket, hiszen ez nagyon fontos. Úgy, hogy már is találkoztak egy kiló Csermák, tak čomu že mu tomu mužstvu prídeť také, čo mu predtým chýbalo, možno aj z toho hľadiska, že pred sezónou ste hovorili o tom, že chcete ten stred pola viac oživiť, aby tam bolo viacej alternatív a viacej nejakých vlastností, tak aký môže byť jeho prínos? Okrem gólov. A tak to je asi najviac, čo očakávame, že je produktívny, to je gólovosť a finálna prihrávka. Nadstavbu si myslím, že to je cítiť, že donese tam kvalitu a kľud v práci s loptou, že proste hráči sa môžu o neho oprieť a to je veľmi dôležité, že sa môžu o neho oprieť, že nestratí loptu, má výborné rozhodnutia. Nie je to len o dnešnom zápase, ale je to aj zápase so Slovanom a takú skúsenosť, ktorú jednoducho to mužstvo potrebuje, plus nadstavba je jeho bežecká aktivita. Intenzívna hra nielen smerom dopredu, čiže rozbehové veci, že trhá obranu, ale aj smerom dozadu pri pressingu. Veľmi, veľmi cenný hráč, veľmi platný hráč, ale ja sa teším, že Herc naskočil vynikajúco
Hej, že do tej stredovej formácie, keď mal Aleš toho plné zuby, tak Herc tam priniesol naozaj aj kvalitu, aj dynamiku, aj dobré rozhodnutia a stále sme tam boli kompaktní, takže toto je to konkurenčné prostredie, plus Ramadan tam môže hrať na desiatke a hráva tam, len mal zdravotný problém. Takže pre nás je to veľmi cenné, že takto mu sekundujú hráči a tým pádom všetci musia byť v top forme, aby sme boli silní ako tým. Következő kérdés, Aleš Csermák felé irányult, akinek nyilván nagyon tud örülni a csapat, hiszen az utolsó két meccsen mutatott játéka azt igazolja, hogy formába lendült, és mit gondol a vezetőedző, mi az, amit a csapatnak ő tud pluszba adni, mi lehet az, amit a csapat tőle kaphat. A válasz pedig úgy hangzik, hogy hát elsősorban azt várjuk tőle, hogy produktív legyen, gólokat és gólpasszokat jegyezzen, de természetesen érezni azt a pluszt is, amit a saját játékával, minőségével hoz a csapatba, az a nyugalom, amivel a labdával dolgozik, a csapattársai tudják, hogy támaszkodhatnak rá, számíthatnak rá, nem veszti el a labdát, nagyon nyugodtan tudja és jól tudja megjátszani a labdát, és ez nem csak ma, hanem a Szlován elleni mérkőzésen is igazolta, plusz ott van hozzá ugye a tapasztalata, hisz már nem egy tapasztalatlan játékos, azon kívül pedig nagyon aktív, sokat fut, és nem intenzíven fut, nem csak előre, de a letámadásnál, vagy a védekezésben is nagyon hasznos. De ugyanúgy örülök annak, hogy Herc nagyon jól lépett a mérkőzésbe, amikor már Csermáknak fogytában volt az ereje, úgyhogy Herc is jó döntéseket hozott a pályára, úgyhogy továbbra is egységesek tudtuk lenni. Ráadásul ott van ugye Ramadan is, aki szintén játszott azon a poszton, akinek kisebb egészségügyi problémái voltak. Úgyhogy nagyon értékes számunkra, és nagyon fontos számunkra, hogy ilyen minőségi és kiegyenlített keretünk van, ahol mindenkinek azon kell dolgozni, és mindenkinek csúcsformába kell lenni ahhoz, hogy helyet kapjon a csapatba, és ezáltal a csapat is egyre erősebb tud lenni.